Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkapri, aki nem tudná, és itt vagyok egy újabb stream profilos elemzéssel, ami nem másról szól, mint megnézem a Steam profilotokat, amit beküldtök a Discordra, és az alapján megmondom, hogy te mennyire vagy loop, vagy mennyire vagy prű játékos, attól függ, hogy milyen a Steam profilod, ugye abból ki lehet olvasni, ahogy mennyire igényes, mennyi minden van rajta, hogy te mennyire is vagy jó játékosnak. Kezdjük is el. Az elsőnek nem más, mint azt választottam, hogy Lucy, azt a nick neve van, Szlovákiában él. Ugye annyit kell tudni, hogy Szlovákia az pár éve lett különálló ország, szóval Magyarországról lecsatolták, és onnantól kezdve van Szlovákia, ugye nincsen semmi történelme, meg semmi sem. Szóval lehet, hogy ő is igazából magyar, ezt sosem tudom meg, ha csak nem írja meg nekem ide a kommentbe. Na, nézzük is meg a profil képét, az nem más, mint ilyen szarvas van rajta. Takarja az arcát, de Nike, látjátok, ott a Nike, ott a pipa jelzése van. Szóval neki van pénze, pénzűs a gyerek. Nézzük meg, hogy mikkel játszott, nem más, mint a Hitman 2-t tolta, az Apex Legends és a Wallpaper Engine. Aha, ezek eléggé jó játékok, van benne 60 órája van az Apex Legends-be, szóval ő azzal fog játszani, főleg ahogy látom. Ő nem is játszik a Counter-Strike-kal. Nem baj, lehet, hogy neki túl bonyos az a játék, azért inkább nem is választottam, mert ugye az eléggé összetett, mert nagyon sok mindenre kell figyelni, mint egy ilyen Apex-be elég könnyű, hogy mit kell csinálni. Na nézzük is meg a raktárát, hogy mégis mi van benne. De, van így egy Counter-Strike tója, csak lehet, hogy abba hagyta. Mert off-polta, mert eléggé béna volt, és ő szívőrbe volt. Kezd utálni a kép, aha. Szóval lehet, hogy, mert ugye azért kezdett el engem nézni, hogy újból visszagyűjjön a hite, hogy azért mégis tud valamit a játékkal kapcsolatosan. Van egy ilyen sejtésem, nézzük is meg. Van egy ilyen emléktártya. Kísérleti patkányuk az a címe, hát igen. Hát amúgy meg semmi, van itt egy kése, milyen kés ez? Karambit kése van, hát igazából nem nagy szám, elég olcsó skin, nyomja a PUBG-t is, Team Fortress-t is. Na, szóval egy ilyen multi-univerzális játékos, nagyon sok mindentől, nézzük meg, hogy mit írnak itt róla. Rap jó gamer, a gamert nem így írom, nem így kell leírni, hanem gamer, csak így ejtjük ki. Hát mondjuk neki is, nem ártana egy kis angol tudás, de mindegy. Na nézzük meg a képernyő mentés, hogy mégis van-e itt valami érdekes info róla. Itt nézi a füldet, nem tudom itt mit kell látni, itt is itt vannak a bácsik. Aha, ez érdekes, ugye, hogy itt a kés a lényeg, hogy ilyen full, szerintem ez 90%-os késő van neki. Nem olyan rossz, de szerintem ez ilyen 30 dollár körül érhet. Jó, van semmi izgalmas. Én azt kell mondanom, hogy ilyen közepes játékos, a Cségóba lehet, hogy szívvörös, de szerintem az Apex-ben kicsivel jobb lehet a rankja. Na, amúgy kitartás, és nézzél engem továbbra is. Nézzél meg a következőt. Úristen, mi ez a rúzsaszínes izé kinézet? Hallod, te én lány vagy? Aha, biztosan egy lány profil, mert elég érdekes. Nézzük is meg, mit ír itt. Buxom, Pimbo, Milf, szóval Milf Choice, oké. Hiroshima, igen, mert ugye én nemzetközi nyelven is, szóval angolul szoktam oktatni, lehet, hogy onnan gyűjt. Nem is magyar, de hát most magyarul fogom ezt megcsinálni. Igen, itt ír mindent magáról. Itt él a are you agreed? Yes, igen, szóval ő egy lány, ott írja is. Amúgy eléggé adta magát, hogy minden rúzsaszínben van, így pumpázik, érted? Bővebb infója mi van? Na sem, minden hülyeséget írt kell. Úristen, 329 játéka van. A Wolfame-mel játszik sokat. Ó, azt a múltkor azt én is elkezdtem. Ma lehet, hogy fújtatom egy élőbe. Vagy nem tudom, így letűtüttem, PD, szóval így rabúgat. Mondjuk a Choice a pasik az alapból kirabúgja, ugye, mert mindent meg kell neki venni. GTA-zik is,
Team Fortress. Hát ő, tényleg ő minden játékba belekustúgat. Aztán nézzük meg a képernyő. Nem, a raktár az fontos. Mi van neki, van-e valami, ami jó. Mondjuk ez az AUG, Geller AUG, ez eléggé jó, azt kell, hogy mondjam. Ez nem egy olcsó skin, 5 éves veteránja van. Ó, van itt egy emléktárgy. Kar 20, humuk háló. Jó. Hát amúgy nem valami jó a raktára. Nézzük meg a Team Fortress-ben van-e valami értékes. Na, be se tűti. Szóval akkor ez, szóval ez nem értékes. Na jó, a többi meg szar. Na. Képernyői vannak? Aha, mentett képernyőt. Jó, itt tolja a Rainbow Six-et, ő is megőz ilyen izét, ilyen démoni, vagy kinek van szárnya? A démonoknak van, nem? Jó van, szóval hát ő milyen izében van, rangban van. Szerintem ő nincsen, ő nem rankedeket túl, mert ő csak ő nagyon sok játékba belekustúgat, azt ennyi. Legalábbis én így mondom. Nézzük meg a következőt. Elég érdekes a nick neve. Tizedes, maradjunk ennyibe, így fogom szólítani, tizedes. Húha, na, ő már izé, ő már Counter Strike a túlja, 556 órája van. 14 órát játszott az elmúlt két hétben, aha, aha, és az Among Us-ozik is. Ez jó, 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 akkor tud beszélni, hogyha ilyen játékkal tolja. Információ semmit nem ér, szóval ilyen magányos farkasba tolhatja. Nézzük meg, hogy milyen skinjei van. Ez semmi izgalmas, nem, nem, nem. Ő egy sima ilyen casuálos játékos, azt kell, hogy mondjam. Nézzétek meg, ilyen izé, maszkja van neki, vagy minden. Szerintem ő ilyen így magában jár van, így eljátszogat, nézve szinte nincsen barátja, se csak 70-60-an semmi, csak két csoportban van bent, nincs is képernyő képe. Ő szerintem egy sima ilyen casual, szóval szerintem ilyen kanya kettőbe lehet, vagy kanya egybe, de nem, ezért noob, mert ugye nincsen semmi a raktárában, ami értékes, akkor azért komolyan veszi a játékot. De nem is annyira pro lehet, mert különben akkor itt nagyon sokan írnak, hogy nagyon jó vagy, vagy minden. Szerintem ilyen kanyában van. Igen, igen, igen. A tizedes úrfi. Menjünk is tovább. Nem más, mint a John C. Elég érdekes. Meg annál érdekesebb ez a képernyő képe. Ez nem is tudom ezért mit akar ábrázolni. Lehet, hogy a Fall Guy-ba az egyik karaktert. Húha! Ezt lehet, hogy azért küldtem meg izé. Mert most kezdett el játszani, és szüksége van tanítása. John C. Akkor ajánlom, hogy nézd az én Chego streameimet, és ő tanuljál belőle sokat, illetve 1v1-be is nyugodtan álljál ki ellenem. Ő nem foglak annyira elverni, szóval nyugodjál meg. És 28 órát játszott összesen, de 30 óra van a két hétben. És zavart érzek az erőbe. Itt nagyon-nagyon zavarus valami. Itt a matek nem igen gyűn ki a Steamnek, de nem baj. Ez egy ilyen kezdő profil. Szóval kitartás, ha pár Chego meccsbe megvernek, ne add föl. Na nézzük is meg a következő Steam profilt. Nem más, mint a Kijoto Japán. Elég érdekes neve van ennek. Itt leírta, hogy mi ez a bígye, hogy miből áll a számítógépe. Igen, 1070-ese van, szóval igen, szereti a jó minőségbe, hogyha játszik. Van egy gabája, az is jó. 73 játék, mivel tolja? Ő is Apex-tel. Nem, ja meg a Counter-Strike, ő is, oké, itt van ilyen kamion, ez nem tudom, ez mire jó neki. Nézzük meg a képernyő mentés, hát van valami izgalmas. Húha! Ez itt mi? Ez itt milyen játék? Vagy ez így bugosodott? Mert minden zöld színű. Na jó, hát ezt én nem is nézem a képernyőjét. Ez érdekes. Háj! Semmit nem ír izé magáról. Ennek is ilyen rózsacín, lilása, háttérképe. Raktár? Van valami izé cukiság? Nézzük meg a Chego-ba. Tűtsél már be! Be se tűti a Chego raktárát, hát mi ez? Akkor nézzük meg a PUBG-be. Hát, semmi extra.
Szerintem ez egy tipikus szívvörös, félig meddig, de nem hiszem, mert át nem hiszem, hogy szívvörös. Mert annál jobbnak kell lenni, hogyha már ennyit költött a gépre, én ugyanakkor akkor inkább Nuvába. Bár így, hogyha Xbox kontroller irányítja a játékot, amit itt ír, akkor lehet, hogy szívvörös. Ezt sajnos nem tudom, de én inkább én Nuva egyet mondok rá. Majd írnak, hogy igazam van-e. És akkor gyűjjön az utolsó, nem más, mint a Daki. Na, ő egy magyar, mert Hungáriából származik. Itt van valami angol idézet. You will meet two kinds of people in life. Once who beat you up and once who tear you down. But in the end you thank them both. Aha, igen, ezt most nem fordítom le. Ő szereti a sötétséget. Azért is ő adta szerintem ezt a nick nevet, meg itt is nézzétek meg a team profilját, hogy milyen sütít minden. Alapból ez a kép is, itt az univerzum itt van. Érdekesen, és ön mivel szokott játszani? Hát igazából, ahogy nézem, 47 órája van. Összesen, de mikkel szokott játszani? Nézzük meg, Kuddal, Counter-Strike Source-ozik. Meg F1 2018, ja meg Counter-Strike Global Offensive itt van, csak nem írtam. Aha, akkor nézzük meg, hogy mi a raktára, van-e benne valami értékes. Aha, privátúja, szóval nincsen pénze játékokra. Mármint a skinekre, mondjuk a játékokra is csak 15 van. Képernyőmentésben van valami. Aha, ez a Dark Souls egyik bussza. Ezt én már sikeresen legyőztem, szóval ez nem olyan nehéz, lehet, hogy neki nem sikerült. Azért screenshotulta föl. Nem tudom. Na. Jó, van 34 barátja, kommentekben van, minusz rep, toxikus player. Aha, huncut a nevetése, hát én nem tudom, biztos, hogy a barátnője ilyet írt. Hogy mi a rankja, szerintem ő majdnem már kanyában van, de szerintem Nova 3. Vagy Nova 4-ben mondom. Ez alapján, de ezt inkább csak így teljesen így tippülöm láthatatlanba, ezt így nem merem kijelenteni. Na, nem is húzom tovább ezt az időt. Köszöntem, hogy itt voltál, szeretnél te is benne lenni, akkor a Discordon gyere be, és ott küldd el a Steam profil linkeret, teljesen random választom ki, hogy ki lesz benne. Iratkozzál föl, én voltam a Hubkapé, hello, hello, sziasztok!